ről fogok beszélni? Nem, ezt a, nem, ez így nem lesz jó, szóval. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről lesz szó, amiket az Államgyár kiadótól kaptam. Szóval, igazából három könyvről lesz konkrétan szó, mindegyik kicsit másmilyen, és még nyáron kaptam recenziós könyveket az Államgyár kiadótól, amit nagyon szépen köszönök ezúton is, és most úgy gondoltam, hogy akkor összeteszem őket egy videóba, mert már hármat olvastam a négyből, amit kaptam. A negyedikhez egyelőre még nem jutottam oda, de akkor erről a háromról most csinálok így egyben egy videót, mert így pont úgy olvastam őket, hogy egy-egy összegzésbe kerültek bele, külön-külön. Illetve az egyik még nem, mert mikor ezt fölveszem, még nem vettem fel az ahhoz a hónaphoz az összegzést, amiben az van. Nem tudok beszélni, se baj, mert megszoktuk. Sorban mondom, ahogy olvastam őket. Az első könyv, ami nincs nálam, mert kölcsön adtam, úgyhogy csak így bevágom. Az első könyv A barátnak tartalak Abby Jimenez-től. Ez a könyv annyira jó élmény volt nekem, mert annyira kellett egy ilyen könnyedebb, gyorsan kiolvasható, nem valami bonyolult cselekményű könyv, amihez így nem kell nagyon odafigyelni külön, hanem csak így olvasom, és megy a sztori, és haladunk, és igazából tudja az ember, hogy nem is a sztori a leglényegesebb dolog benne, ha ezt így szabad mondani. Mindegy, teljesen jól jött nekem ez a könyv, ez ilyen enyhén erotikusabb könyv volt, legalábbis voltak benne olyan elemek is kicsit, nem nagyon pont megfelelő mennyiségben, amit még én is el tudok tűrni, meg még úgy szeretem is, hogyha így max ennyi van, az egy kicsit néha sok volt ez is, de mindegy, tudjuk, hogy nem szeretem annyira az ilyen kaliberű dolgokat könyvekben kifejtve, mert amúgy meg a sztorival akarok haladni, de kivéve amikor olyan könyvet akarok olvasni, ami kifejezetten ilyen, mert néha több depisebb könyv után jól esik egy ilyet olvasni. Na, szóval ennek a könyvnek a története az, hogy van a két főszereplőnk, és ők a legjobb barátjaiknak a tanúi, a legjobb barátaik pedig összeházasodnak, és így találkoznak, és azt kell nagyon tudni, hogy a főszereplő nő meddő, nem meddő. Így van írva, hogy nem lehet gyereke, technikailag egy kisebb csodafolytnál lehetne gyereke, de annak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélye. De ez problémát jelent abból a szempontból, hogy a főszereplő férfi nagy családot szeretne, és nyilván egyből az elején emiatt ez a dolog éket ver közéjük, bár a pasi nem tudja, hogy ez ver éket közéjük, csak azt tudja, hogy a nő nem akar nagyon semmit tőle. Két nap alatt olvastam talán ki, lehet három, mert közben nyaralni voltunk, és valami családi program miatt nem olvastam, de tényleg retten egy gyorsan ki lehetett olvasni, és élveztem is. Kicsit a vége el volt nyújtva, kicsit a végén az a dramatizálás már nem nagyon kellett volna, tehát hogy így arra itt semmi szükség nem volt, csak még egy 50-60 oldalt így hozzádobott a sztorihoz, tök feleslegesen, mert ugyanaz lett a vége így is. De egyébként nekem tetszett, úgyhogy tök örülök, hogy azt elolvastam. Azért is adtam kölcsön, mert mondom, ez másnak is tetszeni fog. Második könyv, amit olvastam, az Richard Roper-től az Élet mindig kínál második esélyt, talán azért, hogy azt is elszúrjuk. Ez egy érdekes könyv volt, azt hiszem ennek is három és felet adtam talán. A sztori az az, hogy a főszereplőnk Andrew egy hivatalnok, aki ilyen hagyatéki valamicsoda. Az a lényeg, hogy amikor valaki meghal, és magányosan hal meg, és nincsen ott úgy vele egy lakásban hozzátartozó, tehát hogy csak így megtalálják, hogy ő így halott, akkor ő megy ki a helyszínre, és fölméri a helyzetet, hogy van-e élő rokon, aki fedezi a temetést, vagy ha nincs, akkor keres értékeket, amikből lehet fedezni a temetést. Na, igen, és igazából a sztorit az jelenti, hogy Andrew egyszer azt füllenti, hogy neki van családja és gyerekei, és így egy ilyen boldog család apa szerepet hazudik magának, de közben magányos, és egy kis lakásban él, és így nincs senkije, és ebbe az életbe ő így belekényelmesedett, aztán lesz egy új kolléganő, aki miatt így fölmerül az, hogy lehet, hogy nem kellene tovább erről hazudni, de már az egész életét az elmúlt 20 évben e köré építette, és így ez okozza a bonyodalmat. Egy kicsit ennek is így a közepén vége fele van egy ilyen nyújtás, amikor így
csak úgy van a sztori, de nem haladunk sem erre, és ott egy kicsit így megáll a lendület. De egyébként érdekes volt. Főleg ez a, ugye, így bele volt egy a magányról, meg a magányos életről. Jó gondolatok voltak benne. Annak kapcsán ugye, hogy az emberek így magányosan meghalnak, és hogy így kezdeni kell valamit az életeddel, nehogy az legyen, hogy tényleg egyedül halsz meg, úgyhogy senkinek föl se tűnik. Igen, azt hiszem ez értelmes volt így. És a harmadik könyv, amit szeptember elején fejeztem be, de augusztus végén kezdtem olvasni, csak nagyon-nagyon lassan tudtam vele haladni, az Beth Moritól volt az Igaz szerelem nem öregszik, becsapós a cím egyébként. Én a kis cuki rózsaszín borító és a cím alapján azt feltételeztem, hogy valami időskori románc lesz. Nem az. És ez nem spoiler, ez csak simán tény, hogy ez nem az, és engem is becsapott, mert én úgy álltam neki, hogy ó, ez biztos valami kis cuki időskori románc lesz. De nem az. Nagyon nehezen tudtam olvasni ezt a könyvet. Többek között azért, mert tehát nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy én annyira nem tudtam azonosulni a főszereplővel, hogy nagyon, és nem azért, mert 80 éves a nénike, hanem azért, mert a kettőnk személyisége nagyon eltér, és ezért ő tipikus ez az angol mentalitás, hogy úristen, mások mit gondolnak rólunk, és ez így nagyon benne volt, már az elején is azonnal idegesített, hogy folytatni biztos csak valami lökött öreg hölgynek gondolnak, meg nem tudom, ilyenek voltak benne nagyon sok helyen, és ettől én nagyon nehezen tudtam ezzel a könyvvel haladni. Egyébként valahogy úgy van felépítve a történet, hogy van egy fejezet a jelenben, és akkor egyszer csak visszaugrunk, és a múltból ismerünk meg egy sztorit, ezt így párhuzamosan, és végül is arról az a sztori maga, hogy ez az idős hölgyünk, Missy, hogyan lesz magányos idős hölgyből végül is egy társasági személy, és hogy hogyan változik meg az élete így 80 éves korában, 79, de mindegy, tehát hogy így egy év, másfél, kettő körülbelül a játék ideje, a sztori ideje, és akkor igen, így megváltozik az élete, hogy elkezd nyitni mások felé, és ilyesmi, ami tök jó volt, de rettenet sokáig tartott, és ez a sok bizonytalan húzavona, hogy úristen, ki mit gondol rólam, ez nekem nagyon elvette ezt a haladás sebességet, ez hülyeség volt, szóval nagyon elvette a kedvemet az olvasástól sok helyen, és nagyon lassan haladtam, tehát egy ilyen pár oldalakat olvastam, és letettem, aztán megint olvastam pár oldalt, megint letettem, mert emiatt annyira nem tudtam haladni. Ami számomra így a könyv során folyamatosan ilyen tüske volt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az Missynek a férjének a személye, Missy férjének a személye, mert hogy én őt rettenet módon nem bírtam, és bármikor, amikor róla volt szó, akkor csak forgattam a szemem, de egyébként látom, hogy tehát, hogy nem én voltam ennek a könyvnek a célközönsége, de látom, hogy aki viszont igen, az miért fogja szeretni. Hogyha valaki tud azonosulni ezzel a főszereplővel, akkor annak tetszeni fog ez a könyv. A vége kicsit szentimentális volt, az nem tudom, hogy az ilyenekhez ki hogy áll, és az egy nagyon gonosz húzás volt a végén, ezt meg kell jegyeznem, hogy az kizárólag azért volt a végén, hogy ilyen szentimentálissá tegyük a végét, és nagyon nem kellett volna, és nagyon mérges vagyok miatta, hogyha valaki olvasta, tudja, miről beszélek. Szóval annyira nálam nem talált be ez a könyv. És valószínűleg benne van az is, hogy én egy cuki időskori románcra számítottam. Na igen, szóval csak ezt a kettőt tudom így felmutatni most, mert mondtam, a harmadik az kölcsönben van jelenleg, kölcsönzés alatt áll. Köszönöm szépen még egyszer az Álomgyárkiadónak ezeket a könyveket, és majd még valamikor a negyedikre is sort kerítek. De most az most kicsit hiágálám, mert az én úgy tudom anyáik elmondás alapján, hogy az kicsit depis, nagyon depis, és most az nem fog menni, hogy azt olvassam, most ilyen kicsit könnyedebb sztorikra van szükségem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!